Pontatlan átadással, de aztán ő az, aki javít. Zsótér. Spandler tűnik föl a bal futóhelyén, vagy a baloldali középpályán, de nem volt rossz ez a labda. Lekészítés, lövés, gól! Mészáros Dávid találatával vezet a Videóton Puskás Akadémia. Hát érett ez a gól, mert pár perccel ezelőtt említettük, hogy az az időszak nem a Honvédé volt, és nem is tudtak kijönni nagyon a szorításban, nagyon mélyen visszaálltak. És itt is lehet látni, hogy 2-4-6 Honvéd játékos a saját büntetőterületen belül van, és egy ilyen labdaátvétel, visszagurítása későn érnek, nem tudtak blokkolni. És Pandler szokatlan helyről készíti elő, sejben a középső támadó pedig letolja a gólszer. 97-es születésűek, akik mondjuk nem feltétlenül veszik fel a versenyt alapvetően, tehát hogy alacsony. Na nézzük közben ezt a Honvéd szólót, szép játék, és egy gyönyörű gól! Feketics Norbert, aki az előbb még előtte a labdát keresztre, most felgyorsít, és bottal ütetik a nyomát. Ez egy parádés gól volt a fiatal Honvéd játékos, gyönyörűen vitte végig. Ő alkatilag is ugye az alacsonyabbakhoz, a mozgékonyabbakhoz tartozik. Hát ez egy gyönyörű szóló volt, és a végjáték is gyönyörűen kibújik. Még egyet tol, és a hosszús, hát gyönyörű. Hát itt, hogy mondjam, nagyon statikusak voltak, lehet látni a Puskás védő, és könnyedén szlalomozott. Tehát ez egy... Csonka fejjel megoldotta ezt a helyzetet, Koronci Bence hosszantolta meg, sikerül a labdaszerzés. Tóth Patrik még becsúszva, ott lehet a második, gyönyörű! Feketics Norbert második góljával fordít a Budapest Honvéd. Ez egy, megint egy szenzációs gól volt, de az egész támadás az gyönyörű volt a Honvédnál. Gyönyörűen egyérintővel középpályán átjöttek. És azért dicsérjük meg Mátyás Zsoltot is, hiszen ő is benne van, és különösen ő másik félben nagyon, de nagyon feljavult. És nézzük meg, bár már a vége. Tóth Patrik a cserejátékos adja a gólpaszt, kivár, és aztán nagyon szépen nyúl alá a labdának Feketics. Szenzációs, hogy átvette, és ahogy kiemeli a labdát. Gyönyörű, gyönyörű. Hát ez már az első gól is gyönyörű volt, de ez még ahogy aláemel, és megcsinálja, ez le a kalappal. A 64. perc már. Sikerül középre fejelni, és gyönyörű! 3-1! Márton András fejéről visszakerült középre a labda, és ott még egyszer megcsúszott. 3 gólnál tart már 23-24 perc alatt itt a második félidőben. Márton tette középre a labdát, de nem ő a gólszerző, hanem... Teljesen üresen hagyták a hosszú oldalon. Nézzük csak, ki az, aki befejelte. Márton középre, és ott a fejes, bevallom, nem láttam minden pontosan, hogy ki volt. Tóth Patrik. Nem félhez pattan már, Spandler indul el. Feltartóztathatatlan, szép a labdája középre. Ott a helyzet, nagyon szép volt, hogy átpöccintette sejben Viktor a kapus felett. 2-3. Hát ez se volt csúnya gól, és dicsérjük meg Spandlert, megint végig kígyózott. Nagyszerű passz volt. Egészen parádés dolgokat lát az ember, ahogy Feketics szórta a gólokat, vagy akár ez, vagy akár ugye Tóth csereként beállva. Parádés. Itt már-már úgy érzi az ember, hogy a kapus megszerzi, és akkor a csatár gondol egyet, és alábök a labdának. Zseniális volt ez is. Még a védő elé is be tudott vágni, bújni, hogy ne tudja meg a labdát. Kosta. Mind a két oldalon lesz még csere az utolsó pillanatban. Miközben Márton közelít a kapuhoz. Szépen letolják a gólhelyzetben lévőnek, és eldől minden. A csereként beállt Tóth Patrik második gólja, a tornán már a harmadik.
Mert ez is egy parádés gól volt, de itt is dicsérjük meg megint Márton Andrást, hát ő az, aki a középpályán megszerezte és elindította ezt az egészet. Gyönyörűen átszaladtak a Puskás középpályáján, és gyönyörűen sakmatra kijátszották. Hát ez ilyenkor már így szokott lenni, hogy egy lendületben lévő csapat, amikor területet kap, akkor